Sziasztok srácok, itt Zsomác, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és láthatjátok, hogy ez egy kicsit eltérő setup és eltérő témakör is, mint általában szokott lenni itt a csatornán, ugyanis a mai napon a Samsung Odyssey Q7-es szériájú monitorját fogjuk megnézni. Jelen pillanatban itt van mellettem ez a 27 colos, de van belőle 32 és 49 colos is, ami hát nagy. Tehát, hogy ez egy óriási ívelt monitor. Ezek a monitorok egyébként a gamereknek lettek kitalálva. Ami érdekes még ezzel a monitorral kapcsolatban az az, hogy jelenleg ez egy prototípus, az egész országban nem lehet még kapni, sőt, ez az első darab itthon, és hát én megkaparintottam és kipróbálhattam rajta a Call of Duty Modern Warfare-nak az új Battle Royale módját próbáltam ki rajta egyébként, és azt kell mondjam, hogy elég lenyűgöző teljesítményt tud nyújtani. 240 Hz-es a monitor, az akár 240 képkockát meg tud jelenteni másodpercenként, ami azért nagyon sok, és nem csak, hogy nagyon sok, de konkrétan szerintem e fölött már nincs is monitor, ami erre képes lenne. Amit megfigyelhetetek még a monitorral kapcsolatban az, hogy ívelt, méghozzá nem is kicsit, tehát, hogy nekem is van ívelt monitorom, meg sok ívelt monitort láttam már, de azért ennyire íveltek egyáltalán nem szoktak lenni, tehát tényleg elég erőteljesen meg van ívelt, viszont nagyon kényelmes és nagyon-nagyon jó rajta játszani, tényleg, tehát sokkal jobb élmény egy ilyen monitorra játszani, mint bármelyik máson konkrétan. A monitor kialakítása egyébként nagyon ilyen gémeresre sikeredett, azaz mind elől, mind hátul nagyon szép RGB világítást kapott, nyilván nem teljesen, de azért megfigyelhető elől is, meg hátul is a világítás, ami nagyon fontos a legtöbb embernek. Nyilván nem ez a first priority, de azért tényleg az emberek szeretik, hogyha szépen világít a monitor. Meg ugye szépen be tudja a falat világítani a monitor mögött is. Ezen felül a hátulja szerintem kifejezetten gyönyörűre sikeredett a monitornak. Nagyon jól néz ki, nagyon ilyen futurisztikus az egész, az állvány is nagyon állat, úgyhogy az összetartás szerintem elég rendben van. És a Samsungnak egyébként volt már egy gaming monitor családja, viszont ez az Odyssey. A Samsungnak természetesen volt már egyébként gaming monitor családja, viszont ez az Odyssey széria még az eddigieknél is sokkal, de sokkal jobb teljesítményt tud nyújtani. Ezeket a monitorokat a Samsung az igazi gamereknek tervezte, 16:9-es képarányjal és QHD felbontással rendelkeznek, amely iparági szinten is kiemelkedő, ezen felül 1000R-es ívelt kijelző és az 1 millisekundumos válaszidő a 240 Hz-es frissítési sebességgel lehetővé teszi, hogy minden pillanatban a legjobb teljesítményünket tudjuk nyújtani játék közben. Ezen felül természetesen a monitor támogatja az Nvidia G-Sync-et és az Adaptive Sync-et is. Most, hogy túl vagyunk a nyers bemutatáson, szeretném egy kicsit elmondani a saját véleményemet is a monitorral kapcsolatban, de hát, hogy ezekre az adatokra, specifikációkra nyilván szükség van, hogy bemutassam számotokra, mert hát akkor nem tudjátok, hogy mit is tud ez a monitor, és úgy valamiről beszélni, hogy nem tudjátok, hogy mit tud, elég értelmetlen lenne, de akkor jön is az, hogy én mit gondolok a monitorról. Először is fontos leszögezni azt, hogy ez a monitor, ez egy felsőbb kategóriás gaming monitor, tehát egy 240 Hz-es képfrissítés az már tényleg nagyon extra, meg a méret is nyilván fontos, és itt ne értsétek félre. A 49-es az már, hát nem is tudom, én nekem nem férne el az asztalomon. Szerintem ez a 27-es, 32-es ez meg a pont jó kategória, de még ahhoz is nagy. Tehát azért egy ilyen nagy, jó minőségű, jó tudású monitor azért nyilván nem 2 forintba fog kerülni. Tehát ezt tartsátok mindenféleképpen szem előtt, hogyha monitort szeretnétek vásárolni. Ha ebbe az árkategóriában nézelődtök, akkor tudom ajánlani tényleg ezt a monitort. Az ívelése egyébként nagyon hozzásegít ahhoz, hogy csak a monitorra tudjatok fókuszálni, és tényleg most innen nem annyira látszik, de előről meg a bírólogtól láttátok, hogy mennyire ívelt is ez a monitor, és tényleg teljesen ki tudod vele zárni a külteret. Ami egyébként érdekes, hogy nincsen 24 szoros verzió, tehát a 27-essel, tehát ő a legkisebb konkrétan, és azért láthatjátok, hogy nem egy kicsi monitor. Én szeretem a nagy monitorokat, de nem biztos, hogy mindenki szereti az ekkora monitorokat, vagy nincsen hozzájuk szokva. Tehát, hogy nekem tök könnyű volt egy ilyen monitorhoz hozzászokni pár perc alatt, de lehet, hogy valaki hetekig, hónapokig nem tud egy ilyen nagy monitorhoz hozzászokni, de ez persze egyéni preferitás, és természetesen azért kell egy elég erős számítógép ahhoz, hogy ki tudjuk hozni azt a monitorból, amiért megfizetünk érte, de nyilván szerintem, hogyha valaki egy ilyen monitort vásárol magának, akkor valószínűleg ezzel nem lesz problémája, de azért a 240 FPS kihozni bármelyik játékból azért
hát nem olyan egyszerű, meg ezt szerintem már a szem annyira nem is látja, de azért jól hangzik, valamint tényleg valakinek ez nagyon-nagyon fontos tud lenni, de szerintem ilyen 120 Hz fölött már alig-alig lehet észrevenni a különbséget. Nekem az otthoni monitorom egyébként 120 Hz-es, és azzal is tökéletesen meg vagyok elégedve. Tehát gondoljátok bele, hogy kétszer annyi képkockát tud megjeleníteni másodpercenként, rengeteg. Tényleg rengeteg, és nyilván most nyug egy ilyen 20 évezeti Super Mario-ban nem tudod ezt kihozni a monitoron, de a legújabb AAA-s játékokkal ez eszméletlen teljesítményre képes tényleg. Hát le a kalappal a Samsung előtt, még amikor én veszem fel, ugye ez nem jelent meg sajnos, de amikor ti nézitek ezt a videót, valószínűleg már kapható, úgyhogy ha érdekel titeket, hogy mit is tud ez a monitor pontosabban, és felcsigáztalak titeket, akkor találtok linkeket a leírásban, úgyhogy csekkoljátok le őket, ha meghoztam a kedveteket. De egyébként, srácok, nem szeretném az időtöket húzni, szerintem nagyjából mindent elmondtam a monitorra kapcsolatban. Az adatok magukért beszélnek, én azt gondolom, tehát tényleg ez a monitor eladja saját magát, rám nincs is szükség. Úgyhogy köszönöm szépen tényleg, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett ez a videó. Nem szokott még ilyen jellegű videó lenni itt a csatornán, de írjátok le a véleményeteket, hogy hogy tetszett nektek az egész, valamint hogy mit gondoltok erről a monitorról. Én elfogadnék egy-kettő ilyet otthonra, azért azt tegyük hozzá. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk majd legközelebb is. Sziasztok! Mentem. Sziasztok! Ki tudtam mondani a mondatot, amit akartam.